Többen ez volt az egyetlen a legalitás határán mozgó olyan folyóirat, amit ez azért hozzá lehetett férni könnyedén, tehát nem olyan volt, mint egy számizdat, és amiben nagyon sok kritikus írás jelent meg. Szociográfiák, véleménycikkek, és hát olyan szerzők, akiket egyébként nagyon sokra tartottunk, Nádas Péterről Eszterházyig, nagyon-nagyon sok mindenki ott volt szerző. És hát mi elkezdtünk, nem csak olvasói voltunk a lapnak, hanem voltak mozgóvilág klubok, ezekre is jártunk, és megismerkedtünk a mozgóvilág szerkesztőivel. És nekem egyébként Kulin Ferenc, a főszerkesztő, tanárom is volt. Én eredetileg magyar néprajzszakon kezdtem, aztán a magyart leadtam, és a néprajzszociológián fejeztem be a tanulmányomat, tehát Kulin Ferencet személyesen is jól ismertem, és utána bejártunk a szerkesztőségi ülésekre is, vagy a szerkesztőségbe, a Bertalan Lajos utcába is. Hát ez mindig egy jó alkalom volt, mert megmerítkeztünk abba a szellemi pezsgőfürdőbe, ami ott zajlott. Hát ott aztán mindenfajta cenzúra nélkül beszélgethettünk bármiről. Akik ott összejöttek, azok garantáltan nagyon kritikusan viszonyultak az állampárthoz és ahhoz a rendszerhez, és ez egy felszabadító érzés volt 81-82-83 tájékán. Mi magunk írtunk is, szerző is voltam, Novi Bélával közösen megjelent egy kétrészes cikkünk, Lábadozni vagy talpra állni, ez a diák mozgalmak történetét dolgozta föl, és hát ez akkor elbukott értelemszerűen, viszont ennek a tanulságait ott vontuk le. Tehát valahogy valamilyen szinten odatartozónak éreztük magunkat, szoros volt a kapcsolat. Tehát nem csak egyszer egy olvasó és lap közötti kapcsolat, hanem nagyon sok személyes kapcsolat is volt emögött. És így ért minket az a hír, hogy fölmentették Kulin Ferencet, majd pedig az, hogy kinevezték Pészücs Juliannát főszerkesztőnek. Az egész először úgy indult, hogy amennyire visszaemlékszem, hogy egy állásfoglalást fogalmaztunk meg a társaimmal, hogy ki volt a kezdeményezés, ennek arra már nem emlékszem, arra emlékszem, hogy én is részt vettem a megfogalmazásban és a szöveg véglegesítésében. Ma már persze egy picit naívnak tűnik ez a szöveg, de ez egy vállalt naivitás is volt, mert ugye a pártállamban mégis megpróbáltunk úgy viselkedni, mintha nem az lenne. Ez egy tudatos fellépés is volt, mi ezt alkalmaztuk a diák ellenzékiként is, hogy úgy teszünk, mintha ez valóban egy működő demokratikus fórum lenne. Ugye a diák parlamenteket is arra használtuk, hogy ez mint egy parlamentáris formában segíti a mi lehetőségeinket. Én például tudom, nagy derültséget keltett az egyik diákparlamenti ülésen, úgy kezdtem felszólalásomat, hogy tisztelt ház, és ezzel mindenki nevetett. Ezek mind olyan kis apró gesztusok voltak, amivel mi azt jeleztük, hogy mi azért a normalitást szeretnénk elérni egy nem normális körülmények között. Na, tehát amikor eljutott hozzánk a híre, hogy tulajdonképpen megszüntetik azt a mozgóvilágot, amit mi szerettünk, és a mozgóvilág szerkesztői is tiltakoztak ezzel ellen, akkor mi határoztuk el, hogy tiltakozni fogunk. Ezt egyébként több mozgóvilágossal akkor meg is beszéltük, illetve beszéltünk róla, de azt kell mondjam, hogy inkább lebeszéltek. Ők már akkor nem hittek abban, hogy ez bármit is használhat, és ténylegesen igazuk volt, hiszen ez az ügy az ő szempontjukból már sokat nem használt. Mindenesetre először az állásfoglalást készítettük el, és aztán elhatároztuk azt, hogy egy azon időpontra szervezett akciót, aláírásgyűjtési akciót szervezünk különböző helyszíneken, hogy akkor már létezett, azért azt tudni kell, hogy az egész visszanyúlik a szolidaritás időszakára, és a független diákkezdeményezések korszakára, akkor azért nekünk létrejött egy kis hálózatunk. Nem volt túl nagy, de jó néhány egyetemen voltak idézőjelbe vett embereink. Tehát olyanok, akiket ismertünk, és akiket tudtuk, hogy velünk értenek egyet. Különösen erős volt ez a közgazdasági egyetemen. Tehát a bölcsészkar volt a főbázis, de a közgazdasági egyetemen volt orvosegyetemi társaságunk is, volt akkor még színház és filmőző főiskolának hívták. Főiskolán is voltak embereink, és még más helyeken is volt néhány, jogi karon és máshol. És elkezdődött az aláírásgyűjtés, tehát azt akartuk, hogy minél több tiltakozó aláírást gyűjtsünk. Azt hiszem, talán Szent Iványi István barátom, egykori barátom, vagy Molnár Imre barátom dobta ezt fel, hogy délután egy napon, hogy aláírásgyűjtés lesz, és hogy kellene egy plakát ehhez a mozgóvilág ügyében. Hát mondom, jó van, csináljunk valamit. És akkor mi a Kodály Körömnél az Andrássy úton laktunk, a volt Palavicsini házban, Palavicsini palotán, a legfelső szintjén, vagy 6 méter belmagasságú helyen,
kisfiunkkal, itt már Jakabbal, és akkor mondtam, hogy jó van, fiúk, de gyertek, segítsetek. Azt hozzá kell tegyem, hogy én ennél a csapatnál idősebb voltam, és érettebb is bizonyos értem, 3-4 évvel, már akkor volt egy 4-5 éves kisfiam. Feleségem volt, katonaviselt voltam, már voltam debreceni diák, onnan kirúgtak 2 év után, és akkor voltam takarító, meg ablakmosó, meg sok minden, illusztrátor, meg műfordító. És akkor emlékszem, hogy jöttek lelkes, fiatalabb, alsóbb évfolyamosok, azt hiszem már 3-4 évesek voltunk, például a Mós Laci, meg az Enikő, a barátnője, kosaras nagy gyerekek, meg Molnár Imre, Szent Iványi, mások is, tele lett velük a lakás, akkor a kisfiunk, a Jakab nem tudott elaludni, mert késő éjszakában ment, és én azt találtam ki, hogy én akkor illusztráltam már nagyon sok mindent, könyveket is, meg borítókat, meg újságot, például a Rakéta regény újságot, és akkor azt találtam, hogy nézegettem, nem mondom, mit lehet ezzel kezdeni, hát az egész egy ilyen, ó, sehol egy figura, hogy ilyen minimalista, nem tudom mi. Szerettem ezt a Smal Károly-féle borítót, szó se róla, nem azért mondom, de hát most mit lehet ebből plakátot csinálni, meg abból, hogy mi szeretjük a mozgó világot. És akkor gondolkoztam, és hát, hogy mi ellen tüntetnénk, az, hogy megszűnhet, hogy elveszik tőlünk, hogy lecserélik a szerkesztőséget. És akkor azt találtam ki, hogy oké, kell csinálni egész éves, tehát 100x140-es egész éves csomagoló papírból egy imitációt a borítóról, ugyanezzel a kerettel, ugyanezekkel az átfutó lapszámokkal, azzal a különbséggel, hogy a közepén egy nagy nulla legyen, és előtte, utána egyes, kettes, valami ilyesmi. Mert ez mindig azt mutatta, ez egy aktuális harmadik, negyedik szám. Ott pedig egy nagy nulla volt. És a nagy nullában azt a pármondatos, tiltakozó és támogató nyilatkozatot, ami budapesti diákok jelent meg, hogy védd meg, ha szereted, hogy magunkénak érezzük a lapot, stb. Azt hiszem, az a Molnár Imre fogalmazta meg. Egy pár egyszerű, szép mondat, és nincs benne ideológia, egy érzelmi azonosulás van, ami ott a legfontosabb volt, és alig, hanem pláne egy ilyen egyetemi diák évfolyamoknak szintén a legfontosabb volt. És akkor elkezdtük ezt, csináltam kliséket, és akkor autósprével végigfújtunk, mit tudom én, 15 vagy 20 ilyet, és megbeszéltük azt, hogy mindenki vigyen el most itt helyben, akik segédkeztek nekem csinálni a papírkliséket, meg a fújásokat, hogy mindenki vigyen el magával 2-3 darabot, és holnap reggel legyen ott, ha csak lehet, az összes budapesti egyetemen és főiskolán, azzal, hogy az ELTE bölcsészkarának félemeleti büfé szintjén várjuk az aláírókat, akik jönni akarnak. És ez egy éjszak alatt megvolt, vagy egy fél éjszak alatt, és egy adhok ötletből, egy spontán ötletből született, mindjárt voltak hozzá kedves és készséges baráti segítők, és másnap tényleg ott volt, ha nem is minden valahol, de hát katonatiszti főiskolától kezdve a művészeti egyetemekig, vagy főiskolák, egy csomó helyre elment. Hatalmas szerencsém volt azzal, hogy az ötvös kollégiumba kerültem, és ellentétben az ELTE-vel, ami nem volt egy különösebben pezsgő szellemi közeg, az ötvös kollégium nagyon is az volt, és hát ugye, mint vidékről jött naív lánynak, egyszerűen az csoda volt, kitűnő tanárok tanítottak bennünket, és azon belül is volt egy kortárs irodalmi szeminárium, amit a Szörényi László tartott, aki hát ugye régi magyar irodalommal foglalkozott, meg perzsául tud, meg perzsa irodalommal foglalkozott, meg minden mással, de egy rendkívül nyitott személyiség volt, aki kortárs irodalomról tartott nekünk, sőt nem csak, hogy az egyes művekkel foglalkoztunk, de az, írókat meghívott a szemináriumra, és ott lehetett velük beszélgetni, ez meg kifejezett csoda volt, és nagyon, tényleg nagyon szerettük, tehát Szakó Gábortól, tehát akkor az egy nagyon széles kör volt, akik, tehát ugye akkor még létezett ez a népi-urbánus ellentét, és ő a népiektől is, meg az urbánusoktól is hívott meg írókat, és nagyon jó beszélgetések voltak ezek, és hát ugye ezek az írók, tehát a Csalog Zsolttól a Berkovics Györgyig írtak, és akkor még hosszan sorolhatnám a névsort, a Szakó is, igen.
Guillaume Nándor volt még ott, emlékszem személyesen, tehát ők írtak a Mozgóvilágba is. És akkor így jött ez, hogy ja, és hát a Szörényi ugye a külsős szerkesztője volt a Mozgóvilágnak. És akkor ez egy ilyen, tehát mint ahogy a tínédzserek a kedvenc együttesük poszterét, meg tudom, minden megnyilvánulására rezonálnak, úgy vásároltuk, kezdtük el mi venni a Mozgóvilágot. És hát nagyon tetszett a színessége, tehát az, hogy egy ilyen nagyon széles körét ölelte fel a kultúrának, tehát a szociográfiától a versig, a kortárs képzőművészettől, ugye képeslapok voltak benne mindig, tehát hogy nagyon sok minden érdekes írás volt benne. És akkor nyilván elsősorban a Szörényi személye miatt, akiért tényleg rajongtunk, én később hozzáírtam a szakdolgozatomat is, lett ez számunkra annyira ilyen húsba vágó kérdés, amikor az előkerült, hogy a Mozgóvilágot megszüntetik. És akkor én teljesen naívan vetettük fel, hogy hát, hogy ezt nem szabad hagyni, hát csináljunk valamit, gyűjtsünk akkor aláírást, ami tényleg nem tudom, hogy ez hogy jött, egyáltalán nem volt benne a korszak levegőjében az aláírásgyűjtősdi. És akkor Szörényi megmondta, hogy persze, hát miért ne. És emlékszem, hogy egy barátnőmmel, Mátai Enikővel beszéltem ezt meg, és a Molnár Imrével, aki aztán, lehet, nem is tudom, hogy ő most mit csinál, de tehát egy nagyon rövid életszakaszunkban álltunk egymáshoz közel, és valahogy neki voltak kapcsolatai az akkori demokratikus ellenzéknek egy nem is tudom milyen körével, és akkor neki jöttek ezek az ötletei, hogy akkor szóljunk a Nové Bélának, a Szent Iványi Istvánnak, és akkor így ő hozta be ezeket az embereket, és ugye ők már azért profibbak voltak ebben, hogy hogyan lehet egy ilyen aláírásgyűjtést egyáltalán megszervezni, plakátokat készíteni. És emlékszem, hogy a Nové Bélához mentünk el, az Andrássy úton volt egy gyönyörű lakás, és akkor ott készítettük ezeket a plakátokat, és akkor Enikővel is beszéltem azóta, ő emlékszik rá elsősorban, hogy ott eszeltük ki azt így közösen, hogy akkor hogy legyen ez ütemezve, hogy ki hova megy aláírás gyűjteni egyszerre, hogy kirakjuk a plakátokat, és akkor arra emlékszem, hogy a Bölcsész Karon a büfével egy szinten tettük ezt ki, és akkor ott vártuk, hogy jöjjenek az érdeklődők, és gyűjjenek az aláírások, és akkor ebből, hát ezt biztos mindenki ismeri a történetet, tehát nagy botrány lett, akkor nagy ordítozás lett, ilyen civilruhás nyomozók jöttek be, akikről azért messziről látszott, hogy ők civilruhás nyomozók, és a Pölöskei volt a dékán, azt hiszem akkor, ugye, és akkor ő is ott kihabált, meg akkor ott azért megijedtünk nyilván. Itt a kollégisták között is volt forrongás és mozgulódás, úgyhogy én Mihály Csillára emlékszem, aki jött hozzám, és azért levélkéket, gefélyéket lelkesen mutogatott, ami nagyon helyes, valamint Sereketet is küldte, Szegeden pedig egy fiatal kolléganő, aki tehát akkor nem diák, Zentai Mária volt az, aki így összegyűjtötte, és lett is belőle baj, mert valahogy lebukott. Én hoztam föl Pestre bedobni, mert a Szegeden, nem, tehát persze tök mindegy, hogy hol dobják be, mert leveleket el szokták olvasni azért. Ezt már Nagy Péter Szárta látta föl ezt a régi Kennedy-féle beszélőben, már meg is írta egyszer valaki, ugye orosz források alapján, úgyhogy semmi probléma. Az, hogy hogyan kell gőzbe kinyitni, aztán visszarakni, tehát ez egy 18. századi találmány. A világ összes titkos rendőrsége alkalmazta már ezelőtt 300 évvel, úgyhogy semmi probléma. Ugye ez 83-ban voltak ezek az sajnálatos események, akkor én 22 éves voltam, és azért azt tudni kell, hogy én nem voltam az események epicentrumában, inkább egy megfigyelő helyzetben voltam végig. A barátaimon keresztül kapcsolódtam én az eseményekhez, tehát mi együtt szijátszottunk a Deddák Tiborral, aki különben a Dialógus csoportnak is aktív szervezője volt, és néhány egyetemista társam, csoportársam, Mihály Csilla,
meg néhány más egyetemi társam, akik fölöttünk jártak, de azért ismertük őket, mint a Nové Béla, meg a Szent Ivány. Tehát én az ő ismerőseiként bonyolódtam én ezekbe a dolgokba, és inkább megfigyelő voltam, mint kezdeményező. Az volt a mozgónak az érdekessége, tehát hogy mondjam, volt egy ilyen jó értelemben vett sznob izgalom a mozgó körül, hogy ez az alap, amit venni kell, mert ott tényleg, ezt különben a Tóth Dezső később meg is fogalmazta, hogy nem az a baj vele, hogy megjelennek olyan interjúk, cikkek, amelyek merészebben kritikusak a rendszerrel, hanem hogy mind, tehát hogy egy helyen. Ja, tehát arculattá kezd válni, és ezt mi nem tűrjük, hogy arculata legyen egy lapnak, tehát mindegyik legyen egyforma. És lehet benne egy kis bibó is akár, meg lehet benne egy kis, nem tudom én micsoda, de egy olyan lap, ahol mindez együtt, a művészeti avantgárdtól politikailag nem marxista eszmefutatásokig, a merészebb szociográfia, amelyik arról ír, hogy itt szegénység van. Tehát ez mind egy helyen, ezt ők nem tolerálták. Ugyanakkor meg ez volt, ettől volt izgalmas, hogy ilyen létezik. Ezek, akik szerkesztettek, meg oda dolgoztak, Margócsi István, Kulin Ferenc, ugye a szerkesztő, stb. A bölcsészkanon tanítottak, ahova mi jártunk. És a tanáraink voltak, és ez nekünk, hogy mondjam, közelről érintett az, hogy most mi ez, hogy most ők ezt nem csinálhatják. És akkor született az ötlet, hogy legyen egy tiltakozás, fogalmazunk meg egy tiltakozás, és annak itt van ezt írógéppel sokszorosítottuk, ez így nézett ki. Tehát ugye akkoriban az úgy ment a sokszorosítás, hogy ilyen egész vékony papír, ötöt lehetett bevinni az írógépbe, tehát a papírok közé indigó papír, és akkor ezek ilyen felső példányok. És az állásfoglás az úgy szólt, hogy mi elkerül, kicsit utólag, kicsit, hogy mondjam, mosolyt vált ki az emberből ez a nagy határozottság, amely ez megfogalmazódott az egyetemisták részéről, mert az volt benne, hogy mi elkeseredéssel vesszük tudomásra a mozgóvilág elleni támadó hadjáratot. És van benne egy ilyen rész, hogy magunkén, hát a kulcsmondat az volt, hogy magunkénak érezzük alapot. Írásaiban megtaláljuk a bennünket közvetlen is érintő kérdéseket, problémákat. Egyetértünk a szerkesztőség és a szerzőgárda munkájában tükröződő igazság iránti elkötelezettséggel, amire sajnos más folyóiratok esetében ritkábban adódik példa. Ezért késztetne bennünket fájdalmas konzekvenciák levonására lap esetleges beszüntetése, vagy jelenlegi profiának átalakítása. Hát gondolom, ettől megrettent a hatalom. Különben az a vicc, hogy tényleg, ha meg nem rettentek, de azért furcsán reagáltak, és akkor volt a kérés, hogy a főszerkesztő legyen megint a Kulin Ferenc, mert ezért realistább volt ez az állásfoglalás, csak azt kérte, hogy legyen megint szerkesztő a Kulin Ferenc, és az új főszerkesztőt pedig úgy válasszák ki, hogy a szerkesztőség beleegyezésével válasszák ki. És akkor az ötlet született, és ezt tudjuk, hogy ez akkor szokatlan volt. Aláírásokat gyűjteni, mert ma ugye van egy ilyen honlap, ahol minden, tehát a két kimenetű tubus ellen, vagy a nem tudom milyen lehet tiltakozni, de akkor ez nem volt megszokott. Ráadásul hát névvel, ugye, tehát aláírásokat gyűjtöttünk, egy petíció volt. Nem ment könnyen, tehát igazából nem is nagyon akartam aláírásokat gyűjteni, de láttam, hogy ciki lenne, ha én is nem vállalnám be, úgyhogy én is gyűjtögettem ott, de nem nagyon tudtam. Tehát a barátaimnak, nem is barátaimnak, inkább azt mondanám, hogy a csoporttársaim azok vének néztek, hát megőrültél. Először is ettől a mozgóvilág nem fog újra beindulni. Másodszor csak kirugatod magad az egyetemről. Mi meg nem írjuk alá, mert mi se akarjuk. Meg az is lehet, hogy provokál. Még kicsit gyanús is voltam, hogy nem egy beugrató ügynök vagyok-e. Tehát nekem nem nagyon sikerült, a többieknek igen. Tehát valahogy sikeresebbek voltak, és hát ami a legérdekesebb az volt, hogy az jutott eszébe a Szent Iványi Pistáiknak, hogy csináljunk egy nagy plakátot az egyetemi kint. Szóval nyíltan, nyílt susák, sisakkal. Kirakni egy hatalmas plakátot, ezt a Bélánál festettük különben festékszóróval az ő lakásában. Akkor ő már különben apa volt, tehát egy nagyon ifjú apa, bent aludt a gyerek, és
ugye a Mozgóvilágnak a címlapja az úgy nézett ki, hogy mindig a hónap száma, az előző hónap száma lement a következő föld, és középen volt, mit tudom, hogyha novemberi, akkor 11-es középen volt. Na most itt középre egy hatalmas nullát tettünk, és bele ezt a felkiáll, ezt az állásfoglalást, és hogy írd alá, ha egyetértesz. Ez kikerült, a bölcsészkarnak akkor volt egy ilyen központi rész, ahol mindenki megfordult a büfé környékén, a Pesti Barnabás utcában. Igen, a mai piarista köz. És ott ugye, tehát a izé alatt kellett bemenni, az ív alatt, és a úgynevezett félemelet, ami hát gyakorlatilag első emelet volt, ott volt ugye a büfé, és hát ez ott nagyon sokan megfordultak, óhatatlanul, és akkor ott ezt kifüggesztettük, nem a büfé felüli végén a folyosón, ez egy pici folyosó volt, hanem a másik oldalán volt egy asztal. És ott gyűjtöttük az aláírásokat, és ott tényleg jöttek. Tehát azt a 700-át most már jöttek el, és aláírták. És ha jól emlékszem, ugye ez itt már homályosak a pontos emlékeim, az biztos, hogy a Szent Ivány épp ott volt, mikor jött a nagy visszacsapás, és ha jól emlékszem, Hodosán Rozi. Tehát ha jól emlékszem, ő is a Szent Ivány állt a pultnál, meg én is, úgy mondom ebben a megfigyelő állásban szinte, és akkor egyszer csak lerontolt a Pálinkás elvtárs. Pálinkás elvtársról azt kell tudni, hogy ő volt a dékán hivatal vezetője, és akkoriban voltak ezek az általános vélekedések, amik nem tudom, hogy honnan terjedtek és hogyan, de róla az volt az általános vélekedés, hogy ő BMS. Na most a dékán, ha jól emlékszem, két évente változott a bölcsészkar élén, akkor éppen Pöröskei volt, tehát az nem volt egy stabil állandó hatalom, de a dékán hivatal vezető, ami egy adminisztratív funkció volt, az egy félelmetes figura, és az volt róla, mondom, a legenda, és ezt a legendát, hogy BMS, és ezt a legendát erősen megerősítette az, vagy komolyan meg is az, hogy ő rontott le, és nem a dékán csak mögötte jött, és ordított, és letépte a plakátot, és miközben letépte a plakátot, óvatlanul rám lépett, úgyhogy én meg is szenvedtem ezt, és üvöltött, de nem velem üvöltött, hanem a Szent Ivány. Rám lépett, de a Szent Iványjal üvöltött, és ugye ez a mit keres maga itt, ide jár-e, hogy képzeli, azonnal szüntessék be, és az aláírásokat pedig elvette. Ami ott összegyűlt. Egy napra időzítettük, ez amikor októberben volt, pontos dátumra már nem emlékszem, 83 októberében. Ugye azt hiszem szeptemberben volt a felmentés, és egy hónapra rá. És akkor egy napra szerveztük az aláírásgyűjtések megkezdését, és ezt a bölcsészkaron, de lehet, hogy máshol is, ezt úgy szerveztük, hogy egy központi helyen és egy nagy plakát előtt. Ezeket a plakátokat többen Nové Béla készített, az ő lakásán is készültek, de hát ott sürgölöttünk sokan az Andrássy úti lakásán, az előtte való éjszakán. Forradalmi hangulat volt, hogy elkészüljenek a plakátok, nagyon mutatós jó plakátokat csinált. Több a Mozgóvilág címlapja, az egy jellegzetes címlap volt, az adta a mintáját ennek a plakátnak. És hát mi a bölcsészkar büféjében néhányan megkezdtük az aláírásgyűjtést másnap, kifüggesztettük a plakátot, ami mögött állt, oda vittünk egy pultot, hogy ott a büfében voltak ilyen álló pultok, ahol lenni lehet, és ki voltak téve az aláíróívek néhány. És ekkor, ez úgy zajlott is többen teljesen békésen és gond nélkül, körülbelül fél órán, háromnegyed órán keresztül, ez délelőtt volt, erre határozottan emlékszem, amikor is váratlanul lerobogott Pöröskei dékán úr, és még inkább mellette Pálinkás József, a dékán hivatal vezetője, akit egy elég rossz emlékű figura volt, meg kell mondjam, a diákok körében nagyon népszerűtlen, láthatóan egy alkoholista volt, azzal gyanúsították, én ezt nem tudom persze igazolni, de azzal gyanúsították, hogy ő a belügy embere volt, és a viselkedése és a magatartása erősen erre enged következtetni. Akkor sem volt teljesen józan szerintem, amikor ott megjelent, ugyanis a Pöröskei csak felszólított, még tulajdonképpen nem is durva hangnem, hogy ezt aznap vegyük le a plakátot, és adjuk át neki az aláíró gyűjtőkedő éveket, és hagyjuk el a helységet.
És én azt mondtam, hogy nem, mert hogy azt gondolom, hogy ehhez jogunk van, hogy aláírásokat gyűjtsünk, szívesen felajánljuk neki is az aláírást, és ekkor aztán magából kikelve a pölöske elkezdett üvölteni, kitépte az íveket, néhány ív volt az asztalon, azokat így összeszedte, az már nem emlékszem, mennyi aláírás volt rajta, de volt már azért jócskán, és letépték a plakátot a falról. De ezt követően nagyon gyorsan a rend, gyakorlatilag a belügy teljesen lezárta a bölcsészkari, az akkori bölcsészkari épületét, ez a Pesti Barnabás utcában volt a piarista gimnázium. És ott volt egy nagy fal, ami egyébként egy hirdető fal volt, és ez ott egyébként lehetett hirdetéseket elhelyezett, főleg a lakáshirdetés, meg nyelvtanítást vállalok, meg ilyenek voltak, de időnként azt használtuk már korábban is különböző ellenzéki tartalmú anyagok kifüggesztésére, illetve Márton László barátunk és évfolyamtársunk, az neves író, ő rendszeresen tett ki igen gúnyoros hangvételű kritikai írásokat az akkori viszonyokról. Volt egy nagyon jó neve, ez a más nem emlékszem, egy remek írói álnéven függesztett ezeket. Annyira, hogy egy idő után oda őrszemeket állítottak, a kiszesek felügyelték, illetve időnként belügyesek is, hogy leleplezzék, hogy ki az, aki ilyen felháborítókat függeszt ki. Tehát azért annak már volt egy kis ellenzék is tihje, úgymond annak a saroknak, ahol mi dolgoztunk. Na, akkor utána lezárták teljesen az egyetemet, belépni már senki nem léphetett be, semmilyen módon, kilépni csak igazoltatással lehetett elhagyni, és az egyetemet gyakorlatilag lezárták. Teljes volt a pánik, az izgalom. Mi lesz azokkal, akik benn vannak? Hogy megy valaki el? Stb. Aztán valahogy ez föloldódott, de olyan furcsa dolgok történtek, hogy volt egy pár, a Máta Jenikő, és a Moslaci, ők, a Moslaci most valamelyik gimnázium igazgató, azt hiszem az ötvösé, de nem akarok hülyeséget mondani, ők kosarasok voltak, és együtt jártak akkor, és részt vettek ebben az egész akcióban, és miután kimentek az épületből, mesélik, de lehet, hogy mert Csillának a barátnője volt. Hogy akár merre mennek, egy szerelmes pár jön mögöttük. És a hátán ezek akkor csókolózik, kezdenek menni, de akár merre cikáznak így, elkezdtek mindenfele kanyarodni, ezek mindig ott voltak valahogy mögöttük. Tehát az a pánik, hogy követnek minket. A zenikő. Ez kicsit ijesztőnek tűnt. Azt nem lehetett tudni, hogy akkor a BM-nek volt egy ilyen taktiká, és utólag olvastuk, hogy az erőszakos követés, tehát hogy tudja az illető, de ez valahol egyrészt valószínűleg nem az volt, csak ügyetlenül csinálták, nem tudom. Nem lehetett tudni, hogy ez most mi. És az is lehet, hogy tényleg egy szerelmes, hát mindig pont arra ment, hát mit tudom. De minden esetben ijesztő. Az egészben, tehát utólag visszanézve az egész meglehetősen vicces volt, ma már visszanézve, de akkor félelmetes is. Vicces is és félelmetes, mert szerettünk nevetni a dolgokon, de félelmetes is volt valahol, hogy mit tudnak, mit akarnak. Ugye a Csilla a írógépen ezt a sokszorosítást a koleszba csinálta, én otthon, az nem volt probléma, de hogy ott a koleszba lenne bukjon, hogy van írógépe, szóval még ez is. Azt tudom, hogy amikor lezárták a Pesti Bölcsészkart a botrány miatt, akkor mi ezzel a három tagú kis küldöttségükkel idejöttünk a Bertalan Lajos utcába, és egy összetekert példányt személyesen adtam át a Kulin Ferének, mint a budapesti diákság üdvözletét és további jó kívánságait. Nagy ovációval fogadta itt 20-30 ember mögöttünk a szerkesztőségbe, és akkor Stogy Élágy, most mi lesz, fiúk, hát akkor ők jöttek az okosságaikkal. Mint a jó ügyek, vagy amik nagyon benne vannak egy korszak, vagy egy konfliktus helyzetnek a levegőjében, hogy úgy mondjam, azok az öntevékeny segítőket is megtermik. Tehát például másoltak ilyen plakátot, vagy csináltak sajátot, és tudom azt, hogy a budapesti tanítóképzőben nagyon sok aláírás gyűjtöttek még, függetlenül tőlünk. És lehet, hogy ezt összekeverem, 81-ben a diákparlamenteken fölálltam, hogy az egész világon tiltakoznak az újabb atomrakéta telepítések ellen, és hogy legfőbb ideje lenne, hogyha a budapesti diákság is utcára vonulna, nem a KISZ felhívására, hanem lelkiismereti alapon, és egy néma tüntetés lenne.
mind a két nagyhatalomnak az atomrakéta telepítései, tehát a Pershing 20-asok és az Pershingek és az SS-20-asok elleni úgy. És akkor abból is lett egy nagy mozgalom, meg aláírásgyűjtés. Ez csak azért, mint előzmény, ez fontos, hogy 81, ez volt aztán később a Dialógus Békecsoportnak az első nyitánya. És itt is voltak felszólalások más budapesti egyetemek diákparlamentjein, meg plakátok, egyebek. És több helyre, például ide a Műegyetemre jöttünk, az Orvosi Egyetemre, és ott felolvastuk a felhívásunkat, hogy csatlakozzanak. A KISZ az egészet elkonspirálta végül, és aztán egy lemondó nyilatkozattal véget ért. Na, én másnapra már is megkaptam express ajánlva azt, hogy fölfüggesztettek, tehát engem tekintettek a főszervezőnek. Én a vitában is én álltam valóban szemben, bár ott voltak többen, 7-8-an is a gyűjtők a plakát előtt, de hát a Pölöskeivel való vitát is én folytattam le. És ezt követően fölfüggesztettek, fegyelmi eljárást indítottak ellenem. Aztán egészen sokáig nem történt semmi. Ez megdöbbentő volt, hogy egy hónapig, vagy talán több is, mert szerintem decemberben volt a fegyelmi valamikor kitűzve. Azt viszont tudom, és ezért most is hálás vagyok, és sokra tartom az akkori diákokat és társaimat, akik fölkeresték a Pölöskeit egy delegációval, ahol szolidaritást vállaltak. Én úgy emlékszem, már mondták ezt, azt, hogy ő nem emlékszik erre, de én akkor úgy emlékszem, hogy azt mondták, hogy ülősztrájkot is folytatnak, hogyha ebből súlyos retorzió lesz. Az biztos, hogy az én sorsom nem ott dőlt el a Pölöskei szintjén, hanem ők is vártak külső utasításra, és ezért is tartott olyan sokáig. Ma már egyébként többet lehet tudni a dolog hátteréről, mert történészek ezt földolgozták. Mi abszolút a vaktában gondolkodtunk ezen, és spekuláltunk, hogy mi lehet. De valóban az már kiderült, hogy az egész mozgóvilágügy a legmagasabb szinten dőlt el, tehát gyakorlatilag Kádár János adta ki az ukázt, Acél György vonakodott ebben az ügyben, nem volt igazán partner a dologban, és valószínűleg a retorziók ügyében is magas, nem mondom, hogy Kádár János foglalkozott az én személyemmel, de hogy magas szintig kellett eljusson. Az ügy az biztos, mert látszott, hogy az egyetemnek nem volt igazi mozgástere, és ezért ki is várt a legutolsó pillanatig. És akkor aztán végül sor került a fegyelmi tárgyalásomra, aminek ilyen zord légköre volt, tehát ilyen szigorú légkörben zajlott, de végül is azt kell mondjam, hogy egy nagyon méltányos végeredménye született az én szempontom. Én azért akkor 5 éves voltam, az utolsó évemet jártam, valóban volt bennem aggodalom, 2 hónapig fel is voltam függesztve, hogy eltanácsolnak, kidobnak és diplomát se szerezhetek sohasem. És végül is egy ilyen utolsó utáni erős írásbeli figyelmeztetést kaptam, tehát fegyelmi megrovás, ilyesmi volt, ahol azt mondták, hogy ez egy utolsó alkalom, és ha bármi történik, akkor aztán minden egyetemről kitiltanak, de visszahelyeztem, megszüntették a felfüggesztést, visszahelyeztek jogba, el is végeztem 84-ben az ELTE bölcsészkart szociológia néprajz szakon. Azért volt ennek utókövetkezménye is. Én kétségtelen tény, hogy akkor pár hónapig egy picit úgymond meghúztam magam, tehát azért nem álltam az élére a különböző dolgoknak, amit később persze már megtettem újból, de hát rögtön érzékeltem, hogy kaptam egy ösztöndi lehetőséget, tehát meghívtak Ausztriába, hogy ösztöndire, de hát már szó sem volt arra, hogy ki tudjak ez erre jutni, sőt, hát úgy utasítottak el, hogy kiutazása jelentős közérdeket sért. Ennek volt jelentősége, mert az ellenzékieket ez mindig elutasítottak mindenkit, és egészen 89-ig nem is kaptam útlevelet, de még szocialista útlevelet sem, tehát mindenfajta utazásról eltiltottak. Ez nagyon hosszú idő, igen. Az 5 év. Ez gyakorlatilag igen, 84-től 89. Lehet, hogy 88 volt az első, bocsánat, azt hiszem, hogy akkor, amikor az világútlevél bejött, akkor megkísérettem, és akkor meg. Igen, 88. 88 nyarán vagy őszintén. Szóval jelentős közérdek sértővé váltam, ami persze ott a tekintélyemet növelte, mert azért a legtöbb esetben csak a kiutazása közérdeket sért volt az elutasítási indok, kiemelt esetekben kapták a jelentős közérdeket sért. 86-ig elhelyezkedni se tudtam sehol. Több helyen ezt nyíltam meg, és mondták, hogy ez sajnos nem megy, tehát gyakorlatilag elég nehezen éltem meg azt a 2 évet, viszont a szolidaritás akkor a társadalomban nem azért jól működött. Tehát én emlékszem, barátok, ismerősök, ugye én szociológiát végeztem, tehát sok szociológussal voltam személyes jó kapcsolatban is,
fekete, úgymond, hát ez most csúnyán hangzik, akkor ezt így hívtuk négerként, feketén, strómanként, kérdezőbiztosként, meg adatföldolgozóként, meg fordítottam, azt lehetett, tehát németből, az később angolból, és fordításokból jöttem, de hát nehéz kenyér volt, és végülis 86-ban először csak úgy kaptam, hogy egy évente hosszabbított megbízási szerződéssel Dakmán Iparágyi Intézethez kerülhettem, és ott is dolgoztam 90-ig, amíg nem lettem képviselő, és hát az már egy teljesen más története, és más fejezete az életemnek. Ezt különben fölolvasták az ELTE diákparlamentjén, ahol semmi hatása nem volt, az oda delegált diákok meghallgatták, és kész. Tehát ott semmi nem történt, az a levezető elnök azt, hogy jó, következő napi rendi pont is. És aztán a jogi, viszont a jogi karon. Na most utána ugyanebben, tehát ez ELTE diákparlament, ez ott a jogi karon egy nagy auditoriumban volt, és ugyanazon a helyen rendezték meg valami KISZ napok, nem tudom én mi volt, sajtónapok, a helyi KISZ, tehát a jogi kar, vagy az ELTE KISZ szervezete szervezte, ezt már nem tudom, de mindesetre a jogi kar épületébe ment, és ennek volt egy záró, nem volt túlságosan érdekes maga a program, egy több napos program, de a záró rendezvénye az volt, hogy elhívják Tóth Dezsőt, a művelődési miniszterhelyettest egy beszélgetésre. És hát a Tóth Dezső akkor nagyon a középpontban volt, mert ő beszélt arról, hogy máshol, hogy a József Attila kör, fiatal írók József Attila körével kapcsolatos botrányokról, stb. Tehát ugyan ő csak miniszter helyettes volt, de azért azt lehetett tudni, hogy egy fontos, ő mozgatja itt a dolgokat, már az Acél után, az Acél György után alatt. És ezen a területen, tehát irodalom, folyóiratok, stb. Ez az ő terénuma lehetett. Tehát ezért ez izgalmas volt. Na most az, hogy ez az esemény lesz, ezt a Szabad Európa is bemondta, a Szabad Európa Rádió is bemondta, és hát nyilván ezért is, ezen a rendezvényen már egy teljesen más közönség volt. Tehát nem az volt az ELTE diákparlamentjén, ahol ilyen kicsit ilyen se hal, se hús fiatalok ott nézelődtek, nem tudtak semmiről, hanem hát akik direkt erre jöttek, hogy na most a Tóth Dezső. Voltak idősebbek is. És hát ennek a sajtóeseménynek, vagy hogy mondjam, ennek a rendezvénynek volt egy olyan jellege, amit később a Tóth Dezső is, de a résztvevők is a Petőfi körhöz hasonlítottak, mikor már nagyon előre haladt 56-ban a Petőfi kör. Mégpedig azért, mert olyasmit lehetett, olyasmit mondtak az emberek, olyasminek tapsoltak, amit ezen a területen kívül teljesen elképzelhetetlen lett volna. Azzal kezdődött, különben a Tóth Dezső nagyon derekasan állta a sarat. Tehát ugye az, hogy egy ilyen, ő sejtette, hogy mi a közeg, talán ne, annyira nem, de azért valamit sejtett. És azzal kezdte, hogy hát ezt az eseményt, ezt bemondták a Szabad Európára, és erről mit gondolnak. Ugye a Szabad Európa az a sátán volt akkor, szóval mint ma Soros György, a szörnyűség, a borzalom. És hát ugye az nyilván a Szabad Európa mellett nem lehetett állást foglalni egyáltalán. Tehát ő így gondolta, el lehetett említeni ezt az egész aláírás dolgot, meg hogy azt is hallotta, hogy gyűjtöttek aláírás, és akkor most hozzák ki. És akkor tényleg ki is vitték. Mindenféle taktikázás ment, hogy ki vigye ki. Ugye, mert az egyik szervező, a Molnár Imre azért nem vihette ki, mert őt már kirúgták a Szegedi Egyetemről is, meg Szlovákiából is, és ő már nem akarta. A Szent Iványi azért nem, mert hogy ő most már éppen ugye lebukott, vagy lebukott. Nem, a Csilla az ELTE parlamenten olvasta föl. Fú, nagyon bátor dolog van. Hanem volt egy Langmár Ferenc nevű, később ott a Zöld Mozgalom fiatal elempi, nem is, ott mozgott ő később. Ő közgazdász volt, és akkor őt kérték meg, és utólag ő elmesélte, hogy iszonyatosan be volt ijedve, de ez nem látszott rajta, és ő ezt felolvasta, odaadta, és akkor a Tóth Dezső azt mondta, hogy most mondja meg, válaszoljon a kérdésre. Milyen kérdésre? Hát, hogy mit gondol a Szabad Európáról, hogy ez bemondta ezt az eseményt a Szabad Európáról, válaszoljon. És akkor a Langmár azt mondta, hogy hát én nagyon furcsának tartom, hogy itt állunk, és nyilvánosan nekem a Szabad Európáról lehet beszélni. És akkor olyan volt a közönség hangulat, hogy dörgő nagy taps. Tehát itt a szegény Tóth Dezsőnek az ügye már elveszett, mert hát olyan harsány, erős
ők volt a közeg. És akkor ő elmondta azt a mondatot, amit ebben a helyzetben csak mondani lehetett az ő, de nagyon ügyes mondat volt, hogy ő azt gondolja, hogy nagyon nagy baj, hogyha a magyar sajtó olyan állapotban van, hogy a Szabad Európa megelőzheti egy ilyen eseményről való tudósításban. Tehát nem mondott jót a Szabad Európáról, de azt tulajdonképpen ez rendjén van, hogy onnan tudják, hiszen ha a magyar sajtó nem tájékoztat, megint dörgő nagy taps. És akkor nem sokkal ezután, ja, és akkor ő ugye behergelte magát, és azt mondja, hogy nem határolódnak el attól a rádiótól, amely 56-ban gyerekeket küldött a halálba. És akkor történt, hogy jelentkezett egy furcsa alak, akit én addig nem láttam, hát azóta már jól sokszor láttam is meg a képet is, egy kócos, árkolt szemű, rekettes hangú alak, hajlott hátú alak, és azt mondta, hogy én vagyok Rassó György, iszonyatosan racsolt is, én vagyok Rassó György, és csak annyit akarok mondani, hogy 56-ban nem a Szabad Európa küldte halálba a gyerekeket, hanem a bíróságok és a hóhérok. Nem egészen pontosan, ezt meg kell nézni, hogy pontosan, de egy elég erős szavakat használt, küldték a bitófára. Köszönöm, leült, dörgő taps. Na most ezt ma nem lehet megérteni, hát 56-ról így beszélni, ezt megtapsolni, kész. Ezt nem lehet. Tehát az egész rendszer arra épült, hogy az ellenforradalom meg a Szabad Európa. És hát innentől kezdve ebben a tónusban ment az egész. Többen az akkori demokratikus ellenzékből ott voltak. Nyilván ők nem a Szabad Európából tudták, hanem amit tudom, a Szent Iványitól, meg a Hodosánról, meg tudom én. Tehát például a Szilágyi Sándor többen hozzá is szóltak, de ami érdekes, hogy akkor a legnagyobb benyomás keltett, és az utólag a rendőrség jelentéseből is lehetett, tudjuk, egyrészt a Krassó ellen a rendőrség kezdeményezte, hogy kezdeményezzenek valami eljárás, de ez nem kaptak zöld utat. Ugye, mert a Krassót szerették volna a rendőrség megbüntetni. Ez volt az egyik. És hát a másik, ami a besúgók meg a Tóth Dezső jelentésében, Tóth Dezső készített aztán egy jelentést az Acélnak, és ez ma már kutatható, és ez megvan. Én nagyon érdekes különben ez a jelentés, és ebben azt mondja, hogy a legfölháborítóbb és a leggaládabb a Tamás Gáspár Miklós hozzászólása volt, és ő azt javasolja, hogy takarítsuk ki az országból, ebből most már elég volt, hogy ide jött Romániából, ugye, hogy Erdély. És akkor ezt műveli. Na most az a beszéd pedig az volt, annak érdekes volt a kezdete, hogy volt fölvezetve, mert ugye többen megkérdezték, ugye a illetékes elvtársat Tóth Dezsőt, hogy van ez, hogy a fiatal írók József Attila körét nem engedik működni, fölfüggesztették a tevékenységét, vagy valami ilyesmi. És akkor azt mondta, hogy támogathatnánk mi azt a társaságot, amelyik elnökségébe választja minden figyelmeztetés ellenére. Azt a Tamás Gáspár Miklós. És így nem tudta tovább mondani, mert fölállt a közönségből valaki, akiről kiderült, hogy Tamás Gáspár Miklós, és ilyen szertartásosan meghajolt, amire hatalmas nagy taps volt megint. Tehát ez mint, hogy meg lehet volna rendezni. Aztán nagy nehezen befejezte a mondatot, azt Tamás Miklós, aki levelet írta a román pártvezetésnek, azt hiszem magyar kisebbség ügyében, és ezzel csak ártak is. Ugye akkor ez volt a retorika, meg az elképzelés a pártvezetőktől, hogy és állami vezetőktől Magyarországon, hogy a romániai magyar kisebbségnek árt, hogyha így konfrontatívan fölépnek értük. És hogy ezzel csak árt, és mindenki is árt a Magyar Népköztársaságnak, és mégis megválasztották. Jó. Na ezután aztán szót kért Tamás Gáspár Miklós, és az ő gondolatának az volt a lényege, hogy semmi értelme itt hőzöngeni, ez egy alattvalói magatartás, itt tapsolni, meg ordibálni, ennek semmi értelme. Kettők, tárgyalni meg, követelőzni sincs sok értelme. Tudomásul kell venni, hogy ennek a hatalomnak az alap, amit mi csinálunk. Nem kell, csináljunk sajátot. Tehát nyíltan megkérdett a számízlet, amikor létezett már számízlet, hogy ez 83 már legalább 2 éve, hogy a beszélői is, stb. Sőt, a Szilágyi Sándor pont azt kérte, hogy lehessen legális a beszélő neki az ő. Tehát ez két különböző taktika, ha tetszik. A Szilágyi Sándor azt kérte, hogy tegyék legálissá a beszélőt, és miért nem lehet legális. A Tamás Gáspár meg azt mondta, hogy hagyjuk az egész államot a fenébe, és éljük a magunk alternatív életét. Ugye, és ezt nagyon hát merésznek tartotta a Tóth Dezső. Aztán ellene se volt semmi retorzió, amiben különben lehet, hogy szerepet játszott többek között az, hát először is ez egy kiskört érintett ez az egész mozgolódás, nagyon kicsit, nagyon kevesen tudtak róla.
És a másik pedig, hogy 82 egy évvel korábban lépett be Magyarország az IMF-be, és nem akart. Ez különben a Kádár az egyik politikai bizottságülése meg is mondja, hogy ő nem akar itt semmit ugrabugrálni, mert a mit szólnak ezek a... Nem kapjuk akkora hiteleket, és az is benne volt persze, hogy igazából ugye ez a GMK-k nagy időszaka volt, tehát mindenki azzal volt itt elfoglalva, hogy valahogy a kis réseken vállalkozzon második gazdaság. Tehát a társadalom nagy részét ezek a problémák, hogy most mi jelenik meg, mit lehet mondani, mit nem lehet mondani, nem érdekelte. És ezt tudta azért a hatalom is, hogy nem érdemes ebből most, hogy most a Tamás Gáspár Miklós ellen újabb akciót, vagy kizavarni, ezzel csak... Volt néhány diáktársunk, így például elsősorban Molnár Imrét kell említsem, aki kezdettől fogva közvetítő szerepet játszott, és mint egy futárként a lengyelország és magyar ellenzéki mozgalmak, diákmozgalmak, később a szamizdat, kisebbségvédelmi ügyek, 56 Varsó, Gdansk, stb. Ügyében sűrűn utazott. És pedig azért, mert neki egy lengyel kedvese utána felesége 4 gyermekeinek anyja lett, és ő maga is, mivel felvidéki fiú volt, Szlovákiában nőtt föl, kiválóan értett, és egyre jobban értett irodalmi fordítóként, aztán lengyelül is, lengyel, cseh, szlovák, magyar. És ő sokszor vakmerően is, már akkor, amikor például Kis Jancsi, Kennedy, mások belettek tiltva, elvették az útlevelüket a sűrű varsói gdanszki utazások miatt, ő még mindig szabadon járkált, akkor szegedi diák volt, és ott is egy ilyen ellenzéki csoport egyik tagja, ma a Pozsonyi Magyar Kulturális Intézet igazgatója. És ő egy tipikus, nagy, lelkes mozgalmár fiú volt. Nem mondom, hogy csak rajta keresztül, mert mások is közvetítettek ebben. Mi akkor ez a bölcsészkari csapat, annál szóval közös mozgalmi ügyekben is, de magánemberként is nagyon szoros szálakkal kötöttünk az egykori demokratikus ellenzékhez. Itt ez hosszú szociológiai, meg névsorolvasási valamit lehetne tartani, hogy miért. Hát egyszerűen azért, mert ők is 5-10 évvel nálunk idősebbek voltak, néha kevesebben. Másrészt korábbi baráti szakmai kapcsolatok voltak, és egyre több mozgalmi ügy is, így például a szamizdat ügye. És azt nem beszélve arról, hogy voltak szerelmi kapcsolatok is, párok, így például a közismert a Demszky Gábor és a Hodosán Rozi kapcsolata, voltak mások is. Nekünk pedig azért, mert mi meg 5-6-an csináltunk a 80-as évek végig egy gyerektábort a hazai ellenzékieknek, sőt korábban volt a szolidaritás gyerekeknek is 82-ben egy ilyen Balatonon. A miénk pedig aztán az Őrségben volt, Őri Szentpéteren és Torni Szentmiklóson Zalába. És ahol 30-40 ellenzéki értelmiségi csemetét évről évre egy angol nyelvű tábor volt, és egy óriási nagy szabadság, és falból egy papírt szereztünk, hogy ezt a, mit tudom én, az ELTE kisbizottsága is támogatja. Tényleg kaptunk takarókat tőlük, óriási nagy ellen, meg minden értelemben takarták az egészet, ami itt egy határőr laktanya szomszédságában volt, és állandóan jöttek. Már izgatta őket, hogy mi van ott. Szép lányok voltak, és fiatal süvölvény gyerekek. És hát ez persze nagyon közel hozott pillanatokon belül egymáshoz, még azokat is, akik nem voltak társszerzők, vagy egy mozgalomnak az akciójában nem vettek részt. Minket viszont nagyon korán megcsapott a lengyel szolidaritásnak a hihetetlen erős étosza. Az, hogy voltak sortüzek, korábbi áldozatok, az egész tragikus lengyel történelem több mint 200 éve akkor már nem szólt másról, mint hogy élet vagy halál, kész, mindegy. Valakinek ki kell odaállni, és el kell mondania, el kell szavalja a Mickiewicz verset, és ha jönnek az oroszok, jönnek a németek, ha jön akármi, akkor is mit vagyunk. Ez a fajta fatalizmus, ez a végsőkig való elszállás, ami például a Hamu és Gyémántban van, és
ami szerintem a francia ellenállásnak az étosza, a resistance, az kutyafasza ahhoz képest, amit a lengyelek élnek és csinálnak, vagy csináltak addig. Ma nem tudom, mit csinálnak, de rég polákok, de akkor már több mint 200 éve. És ez, hirtelen ráismertünk a saját előzményeinkre, 56-ra is. És ez egy kései reveláció volt, ne felejtsük, hiszen a magyar demokratikus ellenzék jelentős része, nem mindenki, de jelentős része reformmarxistákból jött. Tehát a Kis Jancsi, a Bence Gyuri, mások, és persze nagy belső lelkiismereti, meg világnézeti küzdelmekkel jutott el egy demokratikus, liberális, nyílt társadalom szemléletig, meg politikai krédói. És viszont az, hogy felismerni, hogy itt van 56, meg itt vannak az 56-osok, és hogy az mint politikai, társadalmi, eszmei előzmény is ennek a megkésett demokratikus ellenzéki mozgalomnak egy nagyon fontos ügy. Csak persze egy mély kushadásban mindenki eltemeti, meg elhallgatja. És akkor ez úgy összefort ezzel is. És hogy a lengyelek ugyanezt csinálják. Tehát, és akkor elkezdtek járni, kapcsolatokat fölvenni, és ez odáig ment, hogy én emlékszem, amikor még kaptam útlevelet a 80-as évek második felébe, akkor jártam ki, főleg konspiratív ügyekben, meg meghívtak Párizsba a Mérai Tiborék, hogy szerkesztem az Irodalmi Újság egy-egy számát, főleg amiben erdélyi menekültek voltak, meg romániai emberi jogi jelentések és más ügyek. Bécsben ugyanez, Londonban a BBC magyar adásában, a Krassó Gyuri vittel, hasonló ügyekben, és azt láttam, hogy ott is van egyfajta a tamizdat és a szamizdat, tehát a hazai ellenzéki publikációk és az emigráns publikációk között egyre szorosabb kapcsolattartás. Én 84-ben önszántamból, mert valahogy ráakadtam és nagyon megtetszett, lefordítottam elsőként, az első magyar Orwell fordításként megcsináltam az Animal Farm magyarítását, akkor még Állati Gazdaság címmel, és álnéven, és magam is illusztráltam, Zúz Tamás és Árendás Pál árneveken, ami egy hatalmas siker lett, egy átütő sikere lett az akkor még zsenge 3-4 éves magyar szamizdat mozgalomnak, mert megjelent először az AB független kiadónál Budapesten 84 karácsonyam, úgyhogy mi hordtuk össze laponként az András úti lakásunkban egykor három baráti házaspára az egész 1500 példány, és aztán nem telt el fél év, amikor két párizsi és egy chicagói kiadásban megjelent még. Tehát gyakorlatilag egy fél év alatt négy kiadás megért, azon túl a nyomdászok is saját szakállukra még, meg a diákok meg fénymásolatban másolt, és összeért az emigráció, a hazai ellenzéki mozgalom, és mert úgy gyakorlatilag ingyen kapták meg a Kende Péter, a Méraiek a Párizsi Irodalmi Újság sorozatba, a Mózsi Feri a Frámó Publishers, a chicagói kiadója, az általam készített, illusztrált valamiket. És ez csak egy példa, de egy fontos példa, és nem magam miatt fontos, hanem azért, mert ez is egy áttörés volt, egy tabuíró első magyar megjelenése. A Köszler első magyar fordítója is én voltam, a Politika hajnalhasadása című, The Arrow in the Blue című önéletrajzi memoáriából.